Szerbusztok srácok, és mindenkit üdvözlök egy új Tarkov videónál. Ezekkel a képekkel vége is tért a Boonfire Event, és megérkezett szerdán a patch 0.14.5. Ebben a patchben sok új dolog érkezett, egy pár ezek közül váratlan is volt. Megérkeztek az évszakok Tarkovban, legalábbis most először egy évszak, ami Early Springnek nevezi magát, korai tavasz. A vegetáció emlékeztet is a korai tavaszra, néhány helyen még elszórva hófoltok is vannak, szerintem ez jól sikerült, és tényleg megadja ezt a korai tavasz feelinget. A következő, amit behoztak, ez őszintén megmondom, engem nagyon meglepett, a BTR taxi Woodson is elérhető már. Ugyanúgy, mint Streets of Tarkovon, ez a BTR különböző állomásokon halad át, ahol be lehet szállni a BTR-ba, és lehet távozni a pályáról, vagy a lootot ki lehet vitetni vele. Természetesen ezért mindenért pénzt kell fizetni, de szerintem néhány helyzetben ez nagyon hasznos tud lenni. A következő, amit behoztak, ez várható volt, mert be is jelentette a BSG, hogy Ground Zero-ra most már level 20 fölött is be lehet menni. Méghozzá ez úgy lett megoldva, hogy 2 darab lobby van most Ground Zero. Az egyik lobby a level 20 alatti playereknek, a másik lobby pedig a level 20 feletti playereknek. A level 20 alatti lobbik arra lettek kitalálva, hogy az emberek megszokják a Tarkovot, esetleg aki először érkezik Tarkovba, vagy most kezd el játszani Escape from Tarkovval, azok meg tudják szokni a játékot, meg tudják szokni a játékmenetet, ott nincs semmi különös, normál loot van, nem történhet sok minden kivéve egy-két PMC fight vagy scav fight. Viszont a level 20 feletti lobbikban ott már lehet egy kicsit több action. Méghozzá érkezhet airdrop, benne lehet a Streets of Tarkov boss, Colontine, és rare lootot is lehet találni a pályán. Szerintem ez a változás nem rossz, de viszont egy probléma van, hogy az elmúlt napokban, amiket játszottam köröket Ground Zero-n, azokban nagyon sok ember ült. Nem volt mozgás, a végén az exiteknél volt nagy lövöldözés, de amúgy nagyon nagy csend volt a mapen, és mindenki kempelt egy sarokban. További változások a hangok. A hangok terén is történt egy-két változás, méghozzá most, hogyha bemegy az ember egy épületben, akkor nem egy elhalkul, hanem szép lassan elhalkul, és utána vált az épületi hangba. Végül is egy ilyen átmeneti effekt lett beépítve, ami szerintem nem rossz, mert végül is igazi életben sem úgy van, hogy odaér az ember a küszöbre, és egyből elhallgatnak a kinti zajok, hanem ha becsukja az ember az ajtót, utána lesznek halkabbak a kinti zajok. Ez szerintem nem rossz, de úgy, mint mindennek, amit először behoznak, szerintem még egy kicsit érnie kell, még egy pár patchben ezeket szerintem javítani kell, de ez egy nagyon jó ötlet. Ami még javítottak, az a user interface, méghozzá most a skilleknél lehet azt látni, hogy egy raidben mennyire fejlődnek a skillek. Ez szerintem egy nagyon jó változás, mert így követni lehet, jobban követni lehet a skill növekedést. És amit még meg lehet nézni, az az, hogy mivel tudjátok növelni a skilleket. Ami még egy nagyon fontos változás volt, hosszú évek után, hogy végre lehet látni az ammónak az adatait. Méghozzá mekkora esély van arra, hogy egy bizonyos armort beüssenek. Level 1-től 6-ig lehet mindent látni, hogy mekkora esély van arra, hogy átüsse ez az ammó az armort. Szerintem ez nagyon fontos, mert így most már nem kell megnézni az ammó chartokat vagy hasonlókat, hanem egyből a játékban lehet erről informálódni. Többi változás. Hoztak be egy új scav rendszert. Az új scav rendszernek a lényege, hogy elvileg a scavek most aktívabban keresnek fedezéket. Én ebből sajnos az utóbbi napokban nem vettem észre semmit, de biztos, hogy így van, hogyha beleírták a patch notes-ban. A BSG végül is tudja, hogy mit írnak bele. Ami viszont egy nagyon pozitív változás volt, az Interchange-en, az Ultramall-ban még egyszer javítottak a világításon. Hogyha most az embernek egy jó post-affix settingje van, akkor szerintem nagyon jól lehet látni az Ultramall-ban. Ez mindenképp fontos volt, mert végül is Interchange mindig is azért volt problémás, mert benne az üzletekben alig lehetett látni, de ezzel a patch-el ez szerintem viszonylag jól ki lett küszöbölve. A BTR is kapott egy hangot, mielőtt elindul, egy hangjelzés érkezik, egy kicsit hasonló, mint Reserve-ön a vonatnak, mielőtt elindul a vonat, most a BTR is ad egy hangot. És a hitregisztráció, vagy találatregisztráció is javítottak, ugye itt még mindig vannak problémák, bizonyos pajzsoknál nem jó a hitregisztráció, vagy a test bizonyos részei nem jó a hitregisztráció, de biztos vagyok benne, hogy a BSG ezen is dolgozik. Szerintem
Összefoglalva, ez a patch viszonylag jól sikerült, főleg azért, mert olyan dolgok is érkeztek, amivel nem is, amire nem is számítottunk, és ez szerintem pozitív. Összefoglalva, végül is a patch maga jól sikerült, amivel voltak problémák, az a patch utáni időszak, méghozzá ez az elmúlt 1-2-3 nap, mert itt volt egy pár probléma. Méghozzá nagyon sok embernek volt a Game Aborted Error, de végül is ez is most már megoldódott, mert csütörtökön is és pénteken is érkeztek hotfixek a Tarkovba, amit a BSG napról napra, jobban a BSG próbálta napról napra kijavítani ezeket az errorokat. Ha tetszett a videóskacok, akkor nagyon örülnék egy like-nak, ha tetszik a csatorna, nagyon örülnék egy subscribe-nak, és találkozunk a következő videóban, vagy Twitch-en élő közvetítésben. Szép hétvégét, kacok, szárbusztok!